Jó, akkor kezdhetjük. Tehát egy olyan kiállító térben állunk, ami nagyon szokatlan egy néző számára. Mert, és nem csak azért, mert egy magángalériában ilyen nagy léptékű művet nem szoktunk látni, hanem a fizikai teljesítmény miatt is. Hogyha megpróbáljuk leírni azt a hatást, amit mondjuk én érzek, mint néző, amikor belépek ide, akkor már eleve furcsa érzés az, hogy rá kell lépni egy műre, egy padlóra, és hogyha mondjuk a tapasztalatlan néző először rálép és elkezd körbejárni ezen a felületen, akkor nagyon hamar rájön, hogy felismeri, hogy egy képet lát, egy olyan képet lát, ami életméretű lenne. Uh-huh. És amikor ezt észreveszi, hogy lát itt ebben a teremben egy erdőt, akkor először úgy érzi, úgy éli meg, mintha egy tükrön járna. Egy olyan tükrön, ami azt mutatja, ami fölötte van. És általában ez az a pillanat, amikor valaki ilyenkor föl is néz. Mm. És amikor erre rájössz, mint egy tükör lenne, és akkor fölnéz, akkor lát, észreveszi, hogy ott tulajdonképpen pontosan ugyanazt látja, mint amit a Földön, tehát egy lenyomatát látja annak. A felső mennyezeti rész az egy papír lenyomat. És hogyha valaki idáig eljut, és technikai értelemben nem annyira tájékozott, lehet, hogy eszébe jut, hogy ez egy fametszet. De hogyha eszébe jut, hogy ez egy fametszet, akkor viszont rögtön eszébe jut a fametszetről. Hát általában nagyon sokunknak a japán fametszetek jutnak az eszünkben, és azoknak a méretei, amiket múzeumban láttuk, és látjuk, hogy az ilyen A3-as, vagy nem tudom milyen típusú méretekben vannak, azok színesek, ez fekete-fehér, tehát abszolút lejön az, hogy itt egy technikai újragondolásról van szó. Ez igaz? Tök, hogy említetted a japán fametszeteket is, mert én is amióta foglalkozok ezzel a technikával, tök mélyen belemerültem abba a világba, és amit talán nem tetszett, ez a rengeteg szabály. Például kimondottan a méretekre is nekik megvannak a szabályaik, és azon felül a bizonyos méreten és formáton felül nem is dolgoznak. Hogyha a szabályok közül az egyik az, ami az érdekes, hogy pont a szabályt említetted, mert nekem még a kötöttségek között a technika is nagyon, nagyon más. Technika abból a szempontból nagyon más, hogy magának a dúcnak a kifaragásának a precizitása. Persze most a különböző színek egymásra hajtásának az iszonyú figyelme, hogy ott semmi elcsúszás ne legyen, ahogy a 3-4, lehet, hogy 5, nem tudom, különböző színducok, ahogy egymásra kerülnek, ez egy halálpontos képet adja. Ahhoz képest, ahogyan te dolgozol, és egy kicsit itt most közelebb is jönnék egy ilyen felülethez, amit itt látunk, ahogyan te dolgozol, az nekem első ránézésre egy kicsit festői. Festői abból a szempontból, hogy itt, hogyha az ember megnézi ezeket a felületeket, akkor rögtön azt látja, hogy itt egy olyan intenzív, expresszív, megfeszült kézi munkáról van szó, ami sokkal inkább hasonlít nekem, bár más a metódus, de egy ilyen ecsetrajzhoz, vagy egy ilyen ecsetjáráshoz. Igen, ezt jól érzed. Szóval ha összehasonlítanánk egy japán fametszett dúcot meg az enyémet, én igazából azt a szót használnám, hogy ez sokkal ilyen barbárabb. Így van, igen. Szóval én szeretek megküzdeni is az anyaggal, illetve maga az anyagválasztás is a fáin, fenyőfával dolgozok, az egyáltalán meg sem engedi azt a szintű precizitást, ami a japán dúcokon megjelenik. Mert hogyha erről az expresszív küzdéstől, meg erről a nagyvonalúságról van szó, akkor a nézőben itt nyilván rögtön fölmerül az, hogy hoho, de hát itt egy fametszet van, és végül is abban a pillanatban, amikor egy lenyomat lesz ebből a dologból, ott viszont már nincs játék. Abból a szempontból, hogyha valaki egy az egyes méretben egy ilyen látványt megpróbál áttenni egy fametszetre, vagy megpróbál megmetszeni egy fát ennek a látványnak megfelelően, de abból a célból, hogy egy lenyomat készüljön, itt mégis az improvizációnak és a gesztusoknak a határa azért eléggé leszűkül. Improvizálni nem is lehet, nem? Tehát lehet, hogy nem olyan pontos a vésés, mint ahogy az eredeti igen, képen igen. volt, de nem... Nincs túl nagy improvizáció magában a meccésben, de,
de nyilván azért egy picike van azért, szóval nem tökéletesen van követve nyilván, amit én oda rajzolok erre a falra, de ez pont izgalmas is benne, hogy mit tudok megcsinálni, illetve mit nem. Uh-huh. De nincs túl nagy improvizáció. Inkább ez egy olyan, maga a meccés a számra egy olyan munkafolyamat, egy ilyen meditatív állapotba kerülök, mert egy nagyon repetitív történet, és ugye magát az egész képet gyakorlatilag nem is látom addig, amíg el nem készül, illetve nem tudom magába a térbe behelyezni, ahova készül. Mert például ezt a képet sem tudtam megnézni a műteremben, nem volt rá lehetőség. Szóval mindig csak egy pici részét látom, ami ilyen tök automatikusan működik már. Uh-huh. De akkor ugyanakkor neked van egy víziód azért arról, hogy ez kvázi milyen lesz, vagy neked is van azért egy ilyen öröm, amikor így meglátod, tehát hogy kvázi akkor, amikor kész lesz, és soha, hogy a műteremben így soha nem tudod így látni. Igen. Abszolút nagy az öröm, amikor meglátod. Hogy a másik dolog, ami még itt az első ránézésre így rögtön felmerül, amiről beszéltünk, ez az egy-egyes leképezés, tehát hogy ennek van egy olyan pont ennek a munkának, van egy olyan monumentalitás, ami kicsit, hát most nem azt akarom mondani, hogy van benne egy ilyen, ennek a méretnek, meg ennek a monumentalitásnak van egy, nem azt akarom, direkt nem akarom kimondani ezt a szót, hogy szakralitása, vagy fennköltsége, amit a néző tulajdonképpen valószínűleg át is élt ilyen természetközeli szituációban. Tehát igazából azt szeretném megkérdezni, hogy a nagy méretezésnek milyen típusú élményháttere van? Tehát hogy miért nőtt meg ilyen gigantikusra ez a munkáid, a munkásságot során a lenyomatoknak a mérete? Ez pusztán ilyen alapvetően élményekből gazdalkodok, és amikor úgy először tudatosult, vagy nem is tudatosult, hanem amikor volt egy ilyen élményem, hogy picinek éreztem magam valami mellett, valami sokkal nagyobbat tapasztaltam meg, mint én, egyszerűen egy ilyen belső készítést éreztem arra, hogy valami hasonló léptéket dolgozzak, vagy egy léptéket valósítsak meg. Uh-huh. Szóval ilyen abszolút intuitív módon jött egy ilyen szikra, vagy valami hasonlót kell csinálnom, ami nagyobb, mint én, mindenféle szempontból. Voltak olyan művészettörténeti, vagy esetleg építészeti élményeid, amik ezt így inspirálták, vagy amik beigazolták, hogy ez a hatalmas méret, ez jól tud működni, vagy jól tudna működni? Hát eleve az építészeti élményből jött ez az egész történet. Szóval amikor úgy ott egy ilyen nagy templomtornyok előtt álltam, akkor éreztem először ezt, hogy valami hasonlót kell nekem is létrehozni, illetve igazából a művészet történeti dolgok csak utána jöttek egy ilyen megerősítésként. Szóval, amikor Rubensnek láttam azokat az óriási képeit, vagy a Hansen Kiefernek a fametszeteit, de igazából ezek csak megerősítettek. Aha. Én szeretnék átmenni a másik terembe, ahol egy másik témát láthatunk, és ott még vissza szeretnék térni a képeknek a készülési módjára. Szerintem menjünk át. Jó. Itt most átjöttünk a másik terembe, ahol egy hasonló monumentális installációt láthatunk, szintén a padlózaton, illetve a mennyezeten látható a padlón kifaragott dúcnak a lenyomata, de érdekes, hogy ez az egyik a természeti monumentalitásról, ez pedig az építészeti monumentalitás, amit az előbb említettél, ez egy ilyen nagyvárosi tér, ahol ilyen nagyon magas házak nőnek a járókelő fölé, és ennek a lenyomatát láthatjuk. És azt szeretném kérdezni először, hogy hogyan lesz a látványból a mű. Ez csak egy ilyen technikai kérdés. Tehát először készítesz egy fotót? Igen, először egy fotót készítek,
azt talán azt számítógépen editálom, módosítom, gyakorlatilag így kikeményítem fekete-fehérre, aztán az egy-egyes méretben ki van printelve, és ott van rajzolva a nyomódútra. Egy ilyen indigóval. Indigóval. Tehát ezt úgy képzelje valaki, hogy ott van a kép óriási, ugyanekkora méretben kinagyítva, igen, alárakod az indigó papírt, és akkor a körvonalakat, meg ahogy ez a kikeményített foltok vannak, azt átrajzolod, azt leveszed, és akkor utána tudod, hogy mit kell kifaragni. Igen, igen. Pontosan és akkor utána kezdődik a faragás. Igen. És a faragás, most a műtermi állapotokat nyilván a néző nem ismeri, tehát hogy úgy képzeljük, hogy azért egyben valószínűleg nem tudod kirakni a műterembe, vagy igen? Ezeket speciál ki tudtam tenni, de eleve maga a meccés, a munka rajta az ebben az esetben darabokban történt. Szóval a dúc az nem egy egész darab, hanem ilyen puzzle-szerűen van kialakítva, és aztán azt külön dolgoztam rajta. Aha. És akkor utána, hogyha ez megvan, akkor a papírt azt a teljes felületre kiteríted, vagy a lenyomat, tehát a nyomtatás maga hogy készül? Ebben az esetben úgy történt, hogy egyben volt a földön a dúc, és a papírok pedig fektetve rá, és a földön nyomtattam. De volt olyan szituáció, ahol nem tudtam egyben nyomtatni, szóval így darabonként haladok vele. De gyakorlatilag ez ebből a méretekből adódóan mindig improvizálnom kell. Szóval nincs egy ilyen bejáratott munkafolyamat, hogy kell majd ezt lenyomtatni, hanem mindig épp a helyzethez igazodok. Aha. Hogy amikor beszélgettem veled a műtermedben, akkor ez a képkészítés ott is felmerült, és nagyon izgalmas dolgot mondtál a fotográfiáról. Vagy illetve arról, hogy ez miért más, mint a fotográfia. Mert én ugye azt mondtam, hogy hát ez milyen érdekes, mert hogy van a valóságnak egy képe, és hogy a fotográfia az a fény útján, meg az apparátus, vagy a technikai eszköz útján, de hogy a fény segítségével egyfajta lenyomatot képez le arról a látványról, amit látunk, és ezt a te általad használt eljárást is ehhez hasonlítottam, de erre azt mondtad, hogy ez tévedés, mert itt egy más dologról van szó. Legalábbis számomra. Számomra nagyon fontos maga az érintés, hogy a közvetlen viszonyban van maga a hordozó a képpel, a dúccal. Szóval ezért számomra egy sokkal közelebbi, sokkal, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, sokkal direktebb, lényegesebb dolog az, hogyha valami tényleg megérinti a tárgyat, az eszközt, vagy bármit, amit szeretnénk rögzíteni. Az még egyébként nem merült föl, hogy ha ez a lenyomat direktségéről van szó, hogy a képkészítés folyamatából kiiktatod a fotót? És ezt egyébként két értelemben kérdezem, az egyik oldalról tudom a választ, olyan szempontból, hogy ezek a frottás képeid, azok egy direkt dolgok, ezt légy meséld el, hogy... Ugye a frottás az egy francia szó, azt jelenti, hogy dörzsölés, és ez gyakorlatilag az történik, hogyha én frottás nyomatot készítek, hogy egy bizonyos felületet, legyen az tárgy, egy egész tér vagy egy személy, befestékezem, és ahhoz hozzá dörzsölök egy papírt. Ezáltal visszakapom annak a felületnek a teljes struktúráját, lenyomata, tudni történetét egy bizonyos pillanatból. Mert ugye minden változik körülöttünk, minden felület folyamatosan épül, vagy épp bomlik le, és számomra ezek a lenyomatok egy ilyen kiragadása az időből. Mert számomra ez a frottás technika, amivel több dolognak a lenyomatát elkészítetted már, például egy lift szekrénynek, meg hasonló dolgoknak, hogy ez magyarázta meg igazából, hogy ez a direktség, ez miért annyira fontos számodra, és hogy ezekben a képekben az, hogy egy fotográfia, mint segéd lépcsőfok szerepel ebben a folyamatban, az elkerülhetetlen, de hogy végül is számodra miért nem az a fontos. És ez azért érdekes ez a dolog, és persze ez már nem ennek a kiállításnak a témája, hogy mi az, ami fölmerült benned, és mi az, ami nem, mert hogyha ez a,
ez a direkt lenyomat dolog van, akkor a művészettörténész felveti azt, hogy jó, de mi van akkor, hogyha nincs, hogyha a lenyomat tárgya valamilyen módon te magad vagy, tehát hogy nincsen közvetlenül valami, aminek a frottázsát elkészített, hanem szabadon kezdesz el dúcot készíteni, mint a klasszikus fametszet esetében. Hát, hogy őszintén legyek, ez abszolút benne van még a pakliban, igen, hogy ez a jövőben fog így történni. Azt hiszem, talán ezt tudom erre mondani. Az egy nagyon izgalmas vonal, az egy teljesen más történet, amikor szerintem a dúcon közvetlenül történik a dolog. Ugye ezt itt meséltem, hogy onnantól kezdve, hogy ez már föl van rajzolva, egy nagyon repetitív, egy ilyen robotikus folyamat, ami már így automatikusan megy. Szóval, hogyha ezt a lépcsőt kihagyom belőle, hogy én már eleve felrajzolok valamit a falra, az szerintem egy teljesen más jelenlétet igényel alkotás közben. Igen. Ugyanakkor tulajdonképpen, ahogy az Anselm Kniefert is, vagy másokat is említhetünk, azért ebben az lesz majd az érdekes, hogy maga a méret, ami neked most már így ha ezt a léptéket már megtanultad, akkor ez már benned van. Maga a méret az, ami egy egész más hatásmechanizmust hoz létre, mint ahogy ezen a kiállításon is láthatjuk. Egyébként ezek a művek, amiket itt látunk, ez a két nagy installáció, ez ebben az értelemben akkor helyspecifikus? Tehát amikor a felkérést kaptad a kiállításra, akkor gondoltál arra, hogy na, ha ez a tér, akkor legyen most ez a megoldás? Igen. Igen, abszolút. És így is történik általában. Szóval, hogyha valahol kapok egy felkérést, vagy lehetőséget, hogy dolgozzak, akkor ha olyan a szituáció, hogy az egész teret használhat, akkor igyekszek oda tervezni dolgokat. De ez a mennyezet megoldás, ez itt van először, vagy ez volt már más kiállítás? Ez itt van először. Aha. Akkor ez neked is egy ilyen újdonság, nem? Abszolút, egy nagyon-nagyon izgalmas történet volt, de ez azt hiszem kell is ahhoz, hogy olyan hőfokon égjek, úgy dolgozzak, hogy abból valami jó süljön ki. Szerintem, hogy mindig szeretek magamnak egy bizonyos olyan dolgokat belehozni, akar a léptékben, akar a bemutatásában, hogy mindig a fejlődés felé. Hogy a fametszet az általában a klasszikus sokszorosító grafikai eljárások egyike. Igen. Ez is többszörözhető? A te művészetedben is többszörözhető egy-egy lenyomat? Nem. Szóval technikailag sem kivitelezhetetlen. Szóval az, hogy valamit többszörözzünk, vagy ugyanolyan nyomatokat hozunk létre, igazából szerintem csak távolabb kérdés, hogy szerintem soha nem lehet ugyanolyan nyomatot eleve hozni, illetve úgy gondolom, hogy a mi korunkban ennek már nincs úgy igazán értelme, hogy egy ilyen klasszikus technikát arra használjak, hogy valamit többszörözzek. Pluszban az, hogy én egyetlen egy nyomatot húzok le egy nyomó dúcról, az a számomra abból a szempontból is fontos, hogy az egy olyan folyamat lesz, ami maximális odafigyelést, koncentrációt igényel, és én is tudom. Talán ez a egyik nagyon-nagyon értékes része ennek az egész folyamatnak számomra, hogy a nyomat az egy egyszerű, megismételhetetlen folyamat, amikor nyomtatok. És ezért van az, hogy a nyomat és maga a nyomódúc, ez minden esetben együtt van kiállítva a kiállításaidon. Igen. Tulajdonképpen a kettő az egy. Egy. Igen. Egyébként azért is izgalmas szerintem az, hogy ezen a kiállításon ez így valósult meg, hogy a padlón van a dúc és fönt van a lenyomat, mert a többi kiállítási szituációban, amikor láttam a munkáidat, ugye ott ez csak úgy lehetséges ennek a kiállítás, hogy együtt van a dúca, hogy van a lenyomat, és van a dúc. De rögtön, hogyha a kettő ugye kifordul, akkor az egyik a másiknak mindig a tükörkép lesz. Igen. Itt pedig az az élmény, hogy szóval itt pedig ez pont, hogy itt az azonosságot éli meg az ember, mert ha ezt itt vagyok, és itt fölnézek, akkor ugyanazt látom. Igen. Tehát nem azt élem át, hogy tükörkép, hanem aztán azt élem meg, hogy azonos. Mert hogy a tükörkép az egy kicsit
mert hogy nekem filozófiailag egy más üzenete van, hogy az egyik így van, a másik úgy van. Itt viszont nekem ez a nagy élmény, hogy közte van a szemem, lenézek, fölnézek, hogy nem a tükörségét, hanem az azonosságát élem meg. Ez tök jó, hogy mondod, ez számomra is egy nagyon izgalmas helyzet volt, hogy mikor ugye végre sikerült installálni, és szembesültem ezzel a helyzettel, hogy ez milyen lesz. Aha. Mert tényleg nem volt még így a ebben a helyzetben bemutatva. Hogy egyébként meg egy magángalériában vagyunk, tehát Inda Galériának a művésze lettél tavaly óta? Igen. Tavaly óta. És ebből a szempontból azért kirívó ez a kiállítás, mert hogyha az Inda Galéria ide hívja a szokásos gyűjtőkörét, akkor hát nem nagyon tud arról fantáziálni. Mert lehet, hogy tud, vagy mik a tapasztalatait, kíváncsi vagyok. De nehéz arról fantáziálni, hogy ezt a művet valaki hazavigye. Uh-huh. Vagy kvázi magánygyűjtemény részévé tegye. Olyan, mintha te inkább múzeumi léptékben gondolkoznál, ez igaz? Hát erre azt hiszem azt tudom mondani, hogy nyilván ezek a szempontok nincsenek elővéve, amikor én megtervezik egy munkát. Viszont a tapasztalatom az, hogy szerencsére magángyűjtők is vannak, akik befektetnek erre, és is szeretnék birtokolni ezeket a tárgyakat. Nyilván nem olyan egyszerű ezeket értékesíteni, vagyis legalább biztos, hogy nehezebb, mint egy ilyen klasszikus méretet, de én hiszek abba, hogy ezek megtalálják a helyüket. Hogy eddig a két munkát, amit láttunk, ez mind a kettő a kikeményítésről és a fekete-fehérről szólt, de úgy tűnik, hogy az utóbbi időben most elkezdtél ilyen színelemzésekkel is foglalkozni, és színes nyomatokban is munkákat készíteni, és ezzel menjünk át a harmadik terembe, mert ott viszont pont egy ilyen színanalízis alapú munkát láthatunk. De itt vagyunk a kiállításnak a harmadik termében, mert egy egészen más munkát láthatunk, mert az, aki a fametszeteket szokta meg tőled, és a brutális kézimunkát, az most lehet, hogy meglepődik, mert hogy itt egy személyigazolványt lát, ami néha olyan, mintha két arc lenne, és két hasonló arc lenne, és egymásra lenne nyomtatva, de hogy mindegyiknél a szín tónus eltérő. Mi történt itt tulajdonképpen? Itt gyakorlatilag kettő személyigazolvány képet használtam, és abból indult ki az ötlet, hogy valaki úgy jellemzett, ezen én vagyok, és egy barátom, úgy jellemzett minket, hogy mind a ketten barna bőrűek vagyunk, így alig fogja észrevenni a különbséget kettőnk között. Ez a munka, ez erre egy reakció. Gyakorlatilag a két igazolvány képnek a színeit bontottam le külön rétegekre. De ezek a nyomdai rétegek? Igen, ezt tudni kell, hogy ugye a ipari nyomtatásban minden szín három színből és a feketéből keverik ki. A ciánból, a magentából és a sárgából. A cián és a magenta, csak hogy mondjuk el a kevésbé tájékozott. Kék és a rózsaszín és a sárga. Aha, igen. Na én most ennek a két személyigazolványnak, ezeknek a színeit ugye szétbontottam. Ez ugye hat réteg, plusz a feketék, és ennek a hat rétegnek én az összes létező variációját bemutatom itt. Ezt úgy kell érteni a variációját, hogy ezeknek a rétegeknek a sorrendjét. Aha. Egymásra nyomtam, és ebből adódott ki ez a hihetetlen sok szín és variáció. Ez pontosan 720 variációja vannak ennek a hat rétegnek. Aha. És ezzel olyasmi, vagy az a célom, hogy az volt a célom, hogy bemutatni, hogy igazából két személynek a személy az azonosságát igazolvány van összemosva. Uh-huh. Szóval van, amikor legtöbbször a úgymond a színeink és az azonosságunk összemosódik. Aha.
Viszont lehet látni, hogy mennyi variáció van ennek az egyszerű elgondolásnak, hogy hat tényezőt. Ez egy új munka? Ez egy abszolút új munka. De azt, amit a másik teremben mondtunk, hogy a fekete-fehér nem azt mondom, hogy gesztus alapú, de egy kicsit ilyen brutálisabb fametszetek után a színnel való foglalkozás, meg a beszkennelt személyi igazolványnak az analízis, ez mint hogyha egy más irány lenne? Vagy ez egy, tehát hogy maga a szín elkezdett érdekelni, vagy a színes nyomtatás lehetőségei? Mindig is érdekelt, szóval talán még elmondom, hogy itt ez a technika, ez egy teljesen manuális technika, és inkább a gondolatossága érdekelt. Szóval az történik, bocsánat, hogy a nyomatokat én egy vegyszerrel feloldom a pigmentet, és átpréselem egy másik papírba. Ezáltal egy ilyen vegyszer által feloldott pigmentek keveredése is történik. Az, hogy ez a munka ennyire színes lett, az ennek a következménye. Szóval egyáltalán nem a cél volt a színessége, ez így alakult. Mondhatom. Akkor ez ugyanúgy, kvázi egy majdnem ugyanolyan lenyomatszerű eljárás, mint amit a metszeteknél csinálsz. Ez azért érdekes ezt így elmondani a nézőnek, mert persze, hogyha valaki egy ilyet lát, akkor feltételezni, azt is feltételezheti, hogy mit tudom én, ez egy számítógépes vagy egy print. Tehát egyszerűen kikeverted ezeket a színeket a monitoron, és akkor onnan nyomtattad le. De hát akkor, ahogy mondod, hogy ezt a manuális dolgot, akkor ez teljesen más. Ez teljesen más. Gyakorlatilag egy digitális printből indulok ki, aminek a pigmentjeit egy vegyszerrel, egy nagyon erős vegyszerrel átitatva egy ilyen klasszikus részkarc présen tekertem át. Így tudom belepréselni a hordozóba, és ez minden egyes nyomaton ugye négyszer történt meg ennek a négy rétegnek a egymásra préselése. Egyébként előfordult már ezen kívül, hogy figurát vagy emberi arcot használtál motivumként a metszeteiden? Előfordult, de ezek ilyen egyetemi időszak, szóval. Ha azt hiszem, hogy onnantól kezdve, hogy úgy igazán tudatosan alkotok, akkor nem. Ez az első, amin így konkrétan arcok. Ennek van valami magyarázata? Talán nem tudnék ilyen nagyon okos magyarázatot mondani most erre. Egyébként ez, tehát hogy mondjam, tehát hogy nem... Én biztos vagyok benne, hogy ez habitus kérdése, és én tapasztalom akár a fotográfiában is, amikor fotósokkal foglalkozom, hogy valaki egy fényképen egy embert jelenítsen meg, ahhoz kell egy attitűd. És hogyha a művészet történetét nézem, akkor az, hogyha egy képen nem jelenik meg a figura, akkor az is egy attitűd, és egy olyan attitűd, ami nekem egy kicsit a világ absztrahálásának irányába vezet. De nekem ez úgy értelmezem azt, amit itt látok, tehát ezt a viszonyt, hogy amikor a motivumaidat keresed, legyen az épület, egy sziklafelület, egy erdőképe, vagy valami, vagy egy látvány, ami az eget mutatja a benyúló épületekkel, az azért van, mert vagy te, mint művész, és van előtted a világ. És akkor, amikor a te helyedet határozod meg ebben a világban, akkor a te határozod meg a helyedet ebben a világban, és ott nincs más alak, és nincs más személynek az interakciója. És ez igazából a művészet, vagy kvázi a művészeti témaválasztásnak egyfajta alap kiinduló pontja, hogy ez így van. És ezt hívhatjuk úgy, mint hogyha a világnak egy olyan analízisét adnád meg, ami nem az emberiségről szól, hanem az ember, tehát ahogyan az ember észleli a világ, maga a körülötte lévő világot, és ezt te, mint művész, úgy próbálod meg a művészet nyelvén érzékletessé tenni,
hogy olyan méretekben gondolkozol, ahol ahogy az előbb beszéltünk róla, ez az egy-egyes leképezés visszaadható, mint élmény. Tehát az, hogyha én néző vagyok, akkor kvázi ugyanezt az emelkedettséget tudom átélni, mint amit a munkáidban te magad is átélsz. Beszéltünk arról még szintén a műtermedben, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ennek a nagy méretnek a megválasztásában van egy ilyen teljesítmény kihívás is. Beszélnél erről egy picit? Igen, szóval számomra nagyon fontos a munka. Maga a belefektetett energia valamiben. Mindig nagyon tud éltetni az, hogyha valami olyannak fogok neki, az legyen méretből kifolyólag, vagy technikából kifolyólag, ami tök bizonytalan az elején, hogy egyáltalán képes vagyok-e rá. És mikor ezek megtörténnek, az valami olyan plusz töltetet ad az életemhez, amit folyamatosan hajszolok. Volt olyan, hogy belebuktál egy feladatba? Persze, természetesen volt. Min bukhat el egy ilyen dolog? Mert olyan értelemben, hogy hát, hogyha az ember ismeri a határait, és aha, tudja, hogy már neked már így benne van a kezedben a faragás módja, aha, vagy valami, akkor mi lehet elbukni? Azt hiszem a leglényegesebb a koncentráció. És hogyha annak nincs meg, annak a hiánya, vagy nem elég magas fokon megy a koncentrálás, akkor az el tud csúszni. És ez meglátszik a művel, amire utólag azt mondod, hogy akkor ez nem oké, vagy ez igen, nem, igen, nem adott ki a kezedből. Ja, de viszont ezért pont nem is látszik meg, mert csak én látom. Ja, csak te látod, igen. De hogy őszinte legyek, szerencsére nem ez a jellemző, szóval. Szerintem fontos az is, hogy az ember, mint ahogy mondtad, hogy érzékelje a határait. Nyilván azokat mindig kiebb lehet tolni, de ahhoz, hogy ez egy örömteli folyamat legyen, ahhoz úgy meg kell érezni azt, hogy ebben most mi fér bele, vagy hogy történik. De iszonyat jó dolgokat tud kihozni, legalábbis belőlem ez a fajta teljesítménykényszer. Szóval például, hogyha van egy kiállítási dátum, hogy addig kell elkészülni, az iszonyatosan motiválni tud, még hogyha egy héttel előtte is úgy néz ki, hogy nem fog ez sikerülni, azért legtöbbször összejön, és az felemelő. Hát szerintem legyen ez a végszó, hogy biztatunk arra, hogy a teljesítményt a lehetőségek szerint aknázd ki, és még nagyon sok ilyen munkát kívánunk neked, és nagyon várjuk a következő fejleményeket. Köszönöm.